Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: Uram, ugye kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő is szólt nekik: törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A házura felkel és bezárja az ajtót, kint rekedtek és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyisd nekünk ajtót. Erre ő azt feleli nekik: nem tudom, honnan vagytok. Akkor ti bizonyítani kezditek: veled ettünk és ittunk, a mi utcánkba tanítottál. De ő megismétli: nem tudom, honnan vagytok, távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők. Hogy majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat Isten országába, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről is helyet foglalnak Isten országában. Íme így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! Valaki megkérdezte tőle: Uram, ugye kevesen vannak, akik üdvözülnek? És a legtöbb fordítás így folytatja, itt is ebbe a könyvbe ki kellett javítanom, hogy így válaszolt. Nem. A görögben az van, hogy ezt mondta nekik többes számban. Valaki nem figyelt a fordítók közül. A Szentírásban nincs lényegtelen mondat. Vagyis nem válaszolt erre a kérdésre az Isten fia. Akkor kettőt kell megfontolni. Miért nem válaszol az ilyen kérdésre? Majd pedig utána, mit mondott ezután az őt követő híveknek? Mind a kettő nekünk szól. Az is, amit nem válaszolt ennek a kívülállónak, és főleg az, amit az őt követőknek mondott. Tehát először fontoljuk meg, miért nem válaszolt ennek a kívülállónak erre a vallásos kérdésére, hogy ugye kevesen vannak, akik üdvözülnek. Az Úr Jézus mindenkinek szokott válaszolni. Válaszolt a szirföníciai pogány kánoáni asszonynak, mert másképp állt hozzá. Szóba állt a pogány századossal, az ideiglenesen ott állomásozó szovjet hadseregnek a vezérével, mert megvallotta a hitét. Miért nem válaszolt ennek? Testvérek, azért, mert az Úr Jézus nem fecsegni jött a túlvilágról, hanem megmenteni minket az örök értelmetlenségtől, amit úgy nevezünk, hogy kárhozat. Ő nem elsősorban vallás alapító, hanem minden ember megváltója, megszabadítója, kiszabadítója, megmentője. Nagyon fontos szavak. Az emberiség megszakította Istennel a kapcsolatot, és azt csak Isten tudja visszaállítani. Az az Isten, aki emberré lett. Nem párthíveket akar gyűjteni. Nem azt akarja, hogy tele legyenek akárkikkel a katolikus templomok, hanem az üdvösséget hozta el. Ez egy teológiai szó, ez azt jelenti az üdvösség, hogy megmenekülés a legnagyobb rossztól. Mindenkinek válaszol, aki képes alakulni, változni, vallásos módon megtérni.
ez a kérdés, hogy ugye kevesen vannak, akik üdvözülnek, olyan hozzáállásról tesz tanúságot, amelyben az illető nem igazán akar változni. Testvérek, nagyon fontoljuk ezt meg. Nem megmenekülni akar, hanem kíváncsiskodni. És mi az üdvösségnek az alaphelyzete? Testvérek, sokszor elmondtam ezt a hasonlatot, ami egy szörnyű történet felidézése, a Titanicnak az elsüllyedése, amikor ott éjszaka egy jégtömbbe ütköznek, és lassan be kell látni, hogy az egész hajó el fog süllyedni, meghalnak. És a jeges óceánba kiugráló, pánikoló emberek közé oda megy egy-egy csónak. Most tessék elképzelni, ki az az őrült, aki megkérdezné, miközben ott a tengeren tulajdonképpen az életéért küzd. Tessék mondani, hányan fogunk megmenekülni. Ez egy abszolút helyzet, ilyen nincs. Ez egyszerűen nem kérdezi meg, mert agonizál. Ez az ember helyzete. Nem az, hogy mi van oda át, hanem van egy kinyújtott véres kéz, az Isten fiának a keze, és ebbe belekapaszkodunk, üdvözülünk, hanem elveszünk. Testvérek, a szabadulás utáni, az élet utáni őrült vágy elfolyt minden úgynevezett vallásos kérdést, ez a megtérés. Ezért Isten, akiket szeret, megostoroz. Vagyis engedi, hogy az emberek ilyen helyzetbe kerüljenek, mert csak ekkor döbbennek rá, hogy egyetlen mentség van. Hogy az Isten kérdés az nem egy vasárnapi félórás mise. Hogy nem a papok találták ki, micsoda ostobaság. Hát a pap épp úgy rá van szorulva az üdvösségre. Testvérek, az egész keresztény létnek, az Úr Jézussal való kapcsolatnak ez az alaphelyzete. És amíg ezt át nem éljük, igazából nem tudjuk, miről van szó, amikor Jézus beszél. Egyszerűen nem ismerjük az egyházat, a papságot, a szentségeket, a misét. Azt írja Szent Lukács evangelista az apostolok cselekedete könyvébe is, remek fogalmazás. Naponta jöttek hozzánk olyanok, akik engedték magukat kimenteni. Értjük már, hogy miért nem válaszolt az Úr Jézus erre a kérdésre? Mert becsapta volna ezt az embert. Azt a látszatot keltve, hogy amit ő hozott, Jézus, az csak egy filozófia, amin vitatkozni lehet. Vagy hogy Jézus egy médium, vagy egy halott látó, vagy egy guru, félrevezette volna őt, aki kérdez, az ő saját állapotát illetően is, hogy neki kell változnia. Testvérek, ma fölkínálják a vallásoknak egy svéd asztalát. Mindenkinek egyszerre igaza van, csipeges. Nyugodtan paráználkodhat, az csak a katolikus egyház tiltja meg a keresztények. Nem, paráználkodhat itt, és vallásos is lehetsz. Beavatnak a reiki beavatásba, meg a napot, holdat, csillagot imádod, meg majd készítik a horoszkópokat. Mi ez, testvérek? Egy gyalázatos menekülés Isten elől. Ezek nem vallások, ezek önbecsapások. Ha van egy Isten, már pedig van, akkor lehetetlen, hogy én úgy közeledjek hozzá, hogy ne változzak meg gyökeresen. Tűzön kell átmenni. És ez az átalakulás a mi megtérésünk. És minket is megkísért ezt, testvérek, sokszor. Ezért szeretem idézni Viennai Szent János életében azt a jelenetet, hogy egy fiatal ember halva a híres papról, hát elmegy, hogy vallásos dolgokról vitatkozzon. És hát Jánossal nem lehet másképp a plebános úrral találkozni, mint a gyóntatószékben, mert ott van egész nap. Hát bemegy. És azt kezdi szépen a Jónást,
jaj, hát főtisztelendő, én nem azért jöttem, hanem a vallásról akarok hát vitatkozni. Nem, fiam. A bűneidet mondd el. De hát én akkora tekintélye van a plebános úrnak, hogy elkezdi. Kipakol. Most pedig, fiam, feloldozlak téged. Mikor feloldozta, na most akarsz-e vallási kérdésekre vitatkozni? Nincs szükségem rá. Szent Charles de Foucault ugyanígy járt, amikor egy Párizs egyik templomába bement Üvelen abbé gyóntatószékébe, ő már elindult a hit felé, és hát szeretne az atyával beszélgetni a hitről, mert neki nagy problémái vannak, lehetnek értelmi problémánk. De látta ez az intelligens pap, hogy nem, itt, nem arról van szó. Fiatalember, gyógyuljon meg. És elmúltak a vallási kérdései. Newman bíboros azt mondja, abban a pillanatban, hogy megtértem, és katolikus módon meggyóntam, vége van a keresésem történetének. Nincs mit keresnem. Ez nem azt mondja, hogy leáll az eszem, nem gondolkodok el arról, amit Krisztus mondott, de nincs mit keresnem. Isten megtalált engem. Testvérek, ma sokkal aktuálisabb ez a helyzet, mint akkor volt, amit Jézus tett, hogy nem válaszolt neki. És még rekonstruálni tudom az Úr Jézus mozdulatát is. Mert nem sokkal előtte történt, hogy két fiatalember oda megy hozzá, hogy oszd el az örökségünket. És azt mondja, kitett engem falusi bíróvá. Hátat fordított neki. És az őt követő tömeghez, vagyis a benne hívőkhez hozzánk szólt, óvakodjatok a kapzsiságtól. Igen, testvéreim, arra, hogy mi van odaállt, hányan üdvözültek, ez egy szentségtelen és mocskos kérdezés. Mert ebben már egy spekuláció van, hogy hát ha mindenki, akkor nem is kell talán megtérni. Ha meg a mindenki, meg olyan sokan elkároznak, hát mit csinálja? Kísértéseim vannak, majd valahogy lesz. Ezt kamaszoknál észrevettem Esztergomba, hogy ez a kérdés, ez egy mocskos kérdés. Jézus sor szembe. Éppen soha senkiről sem mondta, hogy elkározott. Még Júdásról sem. Az a kifejezés, hogy ő a kározat fia, abban az állapotban, ahogy most van. De hogy miután felakasztotta magát, mi lett vele? Arról Jézus nem nyilatkozik. Amikor Szent Pió atyánál egy magyar ember gyónt, ezt ő mesélte el, és a ciszterciek diákok újságába olvastam, hogy elmentem Pió atyához, és ott is lavíroztam. Kezdtem gyovongatni szépen, de hát ugye az ember gyarló is, meg hát ugye csalódik a szerelembe is, meg minden. És nagyon csúnyát mondott neki Pió atya, takarodj innét. És rávágta a gyóntatószéknek a kis ajtaját. Menj! Mert nem akarta meggyónani azt, hogy a felesége mellett szeretőt tartott. És ez mentette meg. Később visszament, és meggyónta. Tehát én nem akarok változni, én tartom a magam bűnös életét, de az egész anyaszentegyház tanítását, szertartásait, magát az evangéliumot prédikáló Krisztust megítélem, megidézem az én bírói székem elő, és válogatok, hogy ezt elfogadom, azt nem fogadom, ez nem értelmes dolog, ezért nem erre jött az Isten fia. Ezt megteltem egy emberrel, de nem Jézussal. Akkor ő nem válaszol. És ma ez a helyzet sok embernél. És aztán hozzánk fordult. Na most mit mond nekünk? Hát testvérek, lefordíthatatlan. Törekedjetek bemenni a szűk kapun, de törekedjetek ige helyett, a görögben egy olyan ige van, amit mindannyian értünk. Agonizeste, agónia, haláltusa. Tehát nem arra van szó, hogy törekedjetek felszállni a buszra, hanem ahogyan a haldokló az életéért, testével, lelkével, pszichével küzd, izzad, szenved, vergődik. Így próbáljatok most
Nem a halálatok óráján, ez nem olyan nagy esemény. Most bemenni az Isten országába. Hogyha megbotránkoztat jobb kezed, vágd le. A szemed vájt ki. Jézus nem öncsonkítást ígér, hanem az, hogy például ne nézzek parázna dolgokat. Hogy ne tegyek bűnt. Hogy le kell vágni magunkról a bűnt, mert elveszünk. Ezeket nem lehet az Istennel való kapcsolatba belevinni. Törekedjetek. Agonizálva tegyetek meg mindent, hogy a szűk kapu most menjetek át, és a legtöbb ember életében a szűk kapu, testvérek, egy esemény. Például az, hogy kegyetlenül megsértették. Vagy hogy elhagyta a házastársa. Vagy meghalt a szeretett gyermeke. Na most, bízok az Istenbe? Ez a szűk kapun való átmenet, hogy bízok. Nincs más megoldás egyébként. Van egy klasszikus példám. Az apa, a 2 éves kisfia meg a hinta. Gyerekek nagyon szeretik azt, ha az apjuk földobja a levegőbe, esik le és elkapja, és nagyokat nevet. Mert azzal a félelemmel játszik, hogy úgyse esek le, mert szeretnek. Tehát valakiben megbízik. Ez valami hallatlan játék. Ez az emberség lényegét emeli ki. És amikor a papa beteszi a hintába, akkor azért bízik meg a hintába, mert az apjába bízik, hogy az oda erősítette. Mi be vagyunk téve a hintába. Ez a világ működik úgy, ahogy. De jaj nekünk, az ember életünk összeomlik, ha a mi papánkba, a Teremtő Istenbe nem tudunk bízni. És ő neki olyan bizalom jár ki, testvérek, ami embernek nem jár ki, mert ő Teremtő Isten. És amikor az életünkben egy nagyon nehéz szakaszban, a szenvedések közepette, csöndbe maradunk, imádkozunk, letesszük az életünket az Isten kezébe, akkor mentünk át a mennyek országába, nem a halálunk pillanatába, akkor majd az kiderül. Mert azt mondja az Úr, most, nem akkor. Itt. És nem ott. Ezért az Anya Szent Egyház szent miséi mindig a mennyország kapuja, hogy Jákob pátriárka látta, hogy nem is tudtam, hogy ez az Isten háza is a mennyország kapuja. Amikor a szent áldozásba befogadom az Úr Jézust az életembe, és rábízom a gyerekeimet, akik kiröpültek már a családi fészekből, talán rossz irányt vettek. Nem érdekel, Uram, nem tudok többet tenni, rád bízom. A betegeket, a betegségemet, az öregedés, Uram, rád bízom, ez nem rám tartozik. Én rám azt tartozik, hogy bízzak benned. Aki benne bízik, nem csalódik, mert ő harmadnapra föltámadt. A mi hitünk a halálunkat is átöleli. Ezért olyan csodálatos, amikor fölkiáltunk az Úr felmutatás után, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Amen.